Sziasztok! Én Bera vagyok, és ez itt a Kávé és Smink YouTube csatorna. Hoztam nektek egy palettatesztes videót, a Makeup Obsession Golden Honey palettáját fogjuk letesztelni. Légy iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a kis csengőikont, hogy ne maradjatok le a többi videómról, kommenteljetek nekem, meg egy lájkot is megköszönnék, ha megnyomnátok. Tartsatok velem, nézzük meg együtt a videót, hogy hogy tetszett nekem ez a paletta. Szóval, Makeup Obsession Golden Honey paletta, ugye a dobozán, már kivettem a dobozból, van egy ilyen kis palettajel, ahol mutatja a színeket, ugyanúgy, mint a Revolution bármelyik palettáján, mert ugye az Obsession is egy almárkája a Revolutionnek, tök jó, nagyon szép csillogós paletta, nagyon szép csomagolás, nekem nagyon tetszik, ugye a szarka énemet előhozza egy kicsit, és a színek ilyenek benne. Próbálom úgy fordítani, hogy na, ilyenek a színek, így mutatja teljesen jól a színeit, úgy látom, szóval így látjátok a valódi színét, mert ha így szembefordítom, akkor abszolút nem ugyanazt mutatja. Ilyenek benne a színek, így teljesen élethű színeket mutat, úgyhogy ilyen színek vannak ebbe a palettába. Szóval csolgassuk meg, hogy mit mutat ez a paletta. Beteszem ide, így, és akkor jöhet a... Ez egy fényes szín az első. Úgy fogom csinálni, hogy a felső sor, aztán a középső, utána kimosakodok a 8 szín után, és akkor jöhet a következő kettő. Szóval jön ez a kis fényes rózsaszín szín. Igen. Felkemben nem annyira erősen rózsaszín, de szép. Ez ilyen, ez egy kicsit ilyen, van benne egy kis sárga szín is, ez a második ujjam, ez a lényeg. Ennek van egy sárgás csillogása is. A kamera nem annyira adja át, de ez ilyen nem dúvókról, mert attól messze van, de nagyon szép szín. Közben egy papírzsepén próbálom letörölni az ujjamat, hogy legyen kezem. Micellás víz van a papírzsepén, szóval, mert nincs annyi ujjam, mint amennyi szín. Ez egy ilyen tégla barna. Egészen szépen pigmentált barna szín. Hát ilyen tégla, tényleg ilyen nem vörös, hanem tégla barna. Most ezt jól megaszontam, de igen, olyan szín. Aztán egy... Wow, de szép! De szép, a palettában nem is látszott ennyire szépnek. Tehát ez... Jaj, de gyönyörűséges. Ez egy bronzos, barnás, csillogós szépség. Nagyon szép. Letörlöm az ujjamat megint. Ez egy matt, szürkésbarna, ilyen mélyítő vonalban, meg átmeneti színnek való szín. Nem nagyon fog látszani a bőrömön, de azért látszik. Szóval nagyon szép, nagyon tetszik. A barna színek ilyen krémes tapintásúak, tehát nekem nagyon tetszik. Közben mosakodok kifelé a kis papírzsebkendőmön. Megint jön egy... Ennek a színnek az a neve, hogy Glow, de szép. Ó, de gyönyörű szép. Úristen, de szépek ezek a fényesek. Ebben most mondjuk jó belemásztam, de nagyon szép. Anyám tyúkja. Ilyen gyönyörűséges. És a palettában. Ugye ez a Glow szín. Nagyon szép. Úristen, de szép. Úgy sajnálom letörölni a kezemről, meg ilyen szívem, de mint felkenném a szememre egyből mindet, szóval. Etessük a szarka énemet. Lemostam az ujjamat. Közben itt egy kis betolakodó. Rózsaszínes, téglás, vöröses, barnás, hú, nem tudom megmondani milyen matt szín. Egészen szépen eldolgozódik, és hát ide kikenődött, mert krémes egy kicsit. Tehát a matt színek úgy látom, hogy mindegyik ilyen krémesebb tapintású, és ez az első, ami így egy kicsit ki is kenődött ide a pen szélére. Nem baj, legalább látszik a paletta, hogy használva van. Nagyon tetszik eddig ez a paletta, gyönyörű színek vannak benne, és nagyon szépen pigmentáltak. Láva nevű szín, ez is egy fényes, rózsaszínes, rozsdás, pirosas, nem tudom milyen szín, gyönyörű, szép. Nagyon tetszik. Ez is gyönyörű, fényes szín.
Ugye az eddigiek bronzosak, ez ilyen, inkább ilyen pirosos, rózsaszínes szín. Na, és akkor lehet, hogy nem is kell, hogy kimosokodjak teljesen, de azért letörölgetem az ujjam, hanem lehet, hogy itt fogjuk folytatni a következő 8 színnel. Van egy mattunk. Ez is szép, szép, szép krémes, szóval finom krémes tapintású, ez egy ilyen világos, hát majdnem a bőrömmel megegyező szín. Ugye mélyítő vonalba való szín. Ez is kikenődik oldalra, szóval jó krémes. Aztán megint egy ilyen bronzos árnyalat jön, bár mondjuk ez az előző, meg e közt annyiban, hogy ez rózsaszínesebb fényű bronzos árnyalat, szerintem. Szóval e közt, meg e közt olyan nagyon nagy különbség nincs. Én úgy látom legalábbis, már most az ujjamat nagyon le kell szedni. Ez egy mat. Jaj, de száraz. Ez egy kicsit olyan szárazabb érzetű mat szín. Ez egy barnás, szürkés, lilás szín. De nagyon szépen el lehet dolgozni. Azt hittem, hogy majd foltos lett, de nem lesz, de nem foltos. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon-nagyon biztató. Ez is kikenődött a penszélére, szóval... Ja. Elég pigmentáltak ezek a színek. Aztán egy ugyanolyan szürkés, lilás, fényesben, atya-gatya, fényes variáció. Gyönyörűséges. Ugye ez már ilyen barnás, rózsaszínes. Nagyon szép, nem tudnám megmondani, hogy milyen is konkrétan ez a szín. Új takarítás közben. A következő matt szín következik. Igen, ez egy, a mutató ujjamnak kicsi a felülete, hogy felvegye. Ez is egy téglás szín, de vörösesebb téglás, vagy rózsaszínesebb téglás szín, mint az előző. Nagyon szép paletta. Annak ugyanúgy a párja. Ez a legrózsaszínebb fényes színünk eddig a palettából. Ugye pár, olyan, mintha párban lennének ezek a színek. Aztán jön egy aranyszín, fényes arany. Az igazi szarkaetetés. Nagyon szép. És az utolsó, már nincsen ujjam. És próbálom lemosni, igen. Na hát ez meg már annyira aranyszín, hogy ez már nekem még sok is. Na hát ez meg már az a nagyon óarany. Ez szint tiszta karácsony. Nekem ez már nagyon arany, tehát úristen. De gyönyörű szép színek vannak benne, és szerintem nagyon jól pigmentáltak. Ugye ez az első két sor. Ugye ez az első két sor a palettának. Nem tudom, hogy mutassam. Így. Nem tudom. Szóval első két sor, második két sor. Így. Gyönyörű szerintem. Nagyon szép ez a paletta. Nagyon szép színek vannak benne, szépen pigmentáltak, úgyhogy sminkeljünk vele. Szóval kezdjük el a sminket a palettával. Kezdetnek, ha megbírom fogni, első színünk, mélyítő szín, matt, aztán pedig a fényes, és hogyha szükségem lesz még olyanra, hogy a mélyítő vonalba sötétebb szín, akkor majd valamelyiket még behozom, de ezt a hármat tervezem használni. Úgyhogy hozom is a tükrömet és az ecseteimet. Meg a szemhéj alap. Kezdjük ezzel az alapozásomat, meg a szemöldökömet már megcsináltam, mert most nem erről szól a videó. Most palettáról beszélgetünk. A swatchok alapján nagyon tetszik nekem ez a paletta, igazság szerint, mert nagyon szépen swatcholódott, és nagyon szimpatikus nekem, mivel olyan jó kis krémesek a színek, meg tényleg pigmentáltak is, szóval remélem, hogy tartós is lesz, de erről majd gondoskodik nekünk a szemhéj alap, úgyhogy nagyon remélem, hogy jóban leszünk, mert nagyon szimpatikus paletta ez a színei is, tehát nagyon szép színek, nagyon gyönyörűen lehetett swatcholni, belenyúlban nagyon krémes, remélem, hogy tartós is lesz.
Szóval szemhéjalap. Ez a szemhéjalap nagyon jó. Aztán fixáljuk azzal a neutrál nevű színnel. Ez a legvilágosabb szín a palettába. Úgyhogy ez adni fog nekünk egy alap, ilyen szürkés, krémes, barnás színt. Ez lesz az alapszínünk, vagy az átmeneti színünk. Nagyon szépen felveszi az ecset. Most kimostam az ecseteimet, szóval mindegyik tiszta. Úgyhogy neki teljesen nulláról indul a téma ennek a palettának. Nincs az, hogy véletlenül is más szín lenne az ecsetemben, most kimostam. Most ezeket a fehér szőrű ecseteimet használom, ez nagyon puha, és nagyon sűrű, de nagyon szépen felveszi a színt. És műszár, nem élő szőr, nem állati szőr. Közben ugye szokás szerint itt a tükröm, azért nézek lefelé. Gyönyörű szépen eldolgozódott ez a szín, és adott egy ilyen szürkés tónust a szememnek. Akkor jöjjön az a sötétítő szín, az ecsetről. Van egy ilyen kamu megkecsetem, és erről elég könnyen lejön. Mert ha lefújom, akkor úgy lejött egy csomó róla. Elég durva szőrű ecset, szóval nem csodálom, hogy lejön róla a festék. De azért maradt rajta, tehát ezt felviszem ide a mélyítő vonalba, meg a külső véhez, szépen körkörös mozdulatokkal. Egy szemre felvéve tényleg ilyen tégla színű, úgy tudnám legjobban elmondani, mert nem vörös, hanem ilyen tégla, ilyen régi kisméretű tégla színű, hát ezt nem tudom jobban elmagyarázni, de nagyon szép szín. Kisméretű tégla színű. Szépen el lehet satírozni. Tényleg nem foltos. Úgyhogy nagyon tetszik nekem. Hű, de szép. Szépen ott marad, ahová satírozom. Nem mászik beljebb. És alig nyúlok bele a színbe. Tehát, mert próbálom, mert ez egy elég durva szálú ecset, de próbálok nem nagyon bele nyúlni a festékbe, hogy ne porolódjon, mert ez az ecset, ez nem olyan, mint az előző, teljesen más anyagú, hogy mutassam, tehát teljesen más anyagú, ez nagyon sűrű, nagyon vékony szálakból áll, nagyon puha, ez meg ugye egy kamu megkecset, ez kicsit durvább szálakból áll, de nagyon szépen lehet vele satírozni a színeket, vagyis ezt a színt, mert a megkecsettel csak ezt a téglás vöröset vettem fel. Téglás, vöröses, barnás szín, gyönyörű. Itt tartunk. Így nézek ki, jelenleg. Szóval. Most fel fogom vinni a fényes színt, amit kiválasztottam, ezt a glow színt, ezt, ilyen kis szépség. És utána, ha kell, akkor még majd a mélyt... Nagyon szép ez a szín. Nem szoktam ide ilyen sötéteket használni, de majd még sötétítek rajta, hogyha kell. De ezt mindenképpen ki akartam próbálni, mert ahogy swatcholtam, atya világ, de szép. Ez ilyen fémes szín. Úgyhogy lehet, hogy a mélyítő vonalamban vinnem kell egy kicsit a legsötétebb színből is, de nagyon tetszik. Eldolgozom a szélét az ecsettel. Igen, meg egy esetleg be kell vinnem itt a belső szemzokba, mert oda nem ért el az ujjam, mert már hosszú a körmöm. Úgyhogy megment egy kicsi a szemem alá is, de azt majd leszedjük. Nagyon szép, fogok egy ilyen kis lapos ecsetet, és a belső szemzugomhoz ezzel fogom felvinni, hogy ott is meg legyen a szín. Így, jaj, de szép. Nagyon jó ez a paletta. Én 2000 valamennyi vettem, tehát akciós volt. Gyönyörű szép paletta tényleg, és pigmentált, tök jó, nagyon tetszik. Szóval ez az a szín. Ez az a fényes szín. Amit nem tudom, hogy mutassak, hogy valóságosan látszódjon a színe.
Aztán a külső V-be melyik ecsetemmel vigyem fel a színt? Szerintem van egy ilyen valódi szőrecsetem, nagyon kis hegyes. Igen, ezzel fogok a legsötétebbbe belenyúlni. És ide a külső V-be vinni egy kicsit, mert ez olyan pontszerűen fogja felvinni nekem remélhetőleg a színt. Akkor nem megy máshova, csak ahova szeretném. Mert azért ezen a sminken egy kicsit mélyíteni kell bizonyos helyeken, szerintem. Jót tesz neki. Igen. Csak oda besatírozom, ahova gondolom. Ó, de szép! Oda besatírozom, ahová gondolom. Feltapogatom, besatírozom. Hogy ez a kis mélyítése meglegyen majd a legsötétebb színnel. Mert azért ez a fényes szín elég sötét, és az a téglás szín az nem volt elég mély ehhez. Ó, de szép vagy. Írni? Ó, de jó sikerült, tetszik. Nagyon tetszik ez a paletta. Mondom, hogy én már egy ideje ki akarok, mióta megkaptam a Pink Pandától ajándékba azt a highlightert, azóta ki akarom próbálni a Makeup Obsession-t, és nem rendeltem palettát. Úgy voltam vele, hogy ja, persze, ez is csak Revolution. Szerintem jobb, mint a Revolution. Tehát ez egy jó paletta. Néztem róla videókat, miközben vártam a csomagot, de nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz. Tehát ilyen. Satírozok még rajta. A legelső színnel visszajövök ide a szélére, és elsatírozom, hogy ne legyen ilyen határozott a vonala. Hát gyönyörű szép, tehát nagyon jól pigmentált, tényleg, tehát alig kell, nem azt mondom, hogy alig kell, de ugyanúgy belenyúlok a színbe, mint másik palettánál, de gyönyörű szép, tehát így. Nagyon szép, nagyon tetszik. Szerintem jobb, mint a másik két Revolution-ös palettám. Tehát egy kicsit jobban tetszik talán, mint a Daily Desiree, meg jobban tetszik, mint a Friends paletta, mert ez krémesebbnek érződik. Vagy hogy mondjam, tehát nem olyan... Hát, én nem tudom, de nekem ez nagyon bejött most ez a színvilág. Most egy kicsit jobban tetszik. Azok is tetszenek, de ez most nagyon ott van. Ilyen. Nagyon tetszik. Úristen, de szép. Nagyon tetszik. Oké. Na, jöjjön egy kis korrektor a szemem alá, és aztán csináljuk meg az alsó szempillasort is. Nem fogok ceruzát használni most, csak szempillaspirált, mert nem gondolom szükségesnek. Jött a korrektor. Ó, nagyon szép. Ó, én nagyon szeretem a kék szememhez ezeket a színeket, ezeket a barnás, aranyos, bronzos színeket. Nagyon tetszik ez a paletta. Nem hittem volna, hogy ilyen jó minőségű lesz. Nem, tehát nem gondoltam. Tehát azért 2700 forintért vettem meg, de lehet, hogy még annyi sem volt. Nem tudnám most ezt így hirtelen megmondani. De úgy voltam vele, hogy egy próbát megér, annyira biztos lesz jó, mint a Revolution, azt nem gondoltam, hogy jobbnak fogom gondolni, mint a Revolution-t. Legsötétebb színből, hopszika, nem, először púder, kell nekem púder, mert össze fog csúszni a korrektorom. Gyorsan. El ne felejtsem. Az alakozásomra nem tettem púdert, mert mostanában barátkozom ezzel a Maybelline-es alapozóval, ugye a novemberi 5 sminköt kihívás alapozómmal, és nem teszek rá púdert, csak a szemem alatt. És úgy látom, hogy így jobban leszünk ezzel az alapozóval. Most például csak ecsettel dolgoztam el egy nagyon keveset, és tényleg úgy látom, hogy jobban leszünk. Na szóval. A legsötétebb színbe nyúlok bele a kis lapos fejű ecsettel. És ezt viszem fel az alsó szempillasorra, vagy alá. Ez egy valódi szőrecset. Közben van egy poloska, ami itt repked a szobába. Majd, ha végeztem a videóval, kinyírom.
Tegnap nyitva volt az ajtó, ablak, minden, úgyhogy úgy gondolta, hogy ő beköltözik ide. És pont most jut eszébe röpködni. Már valamelyik nap kinyifantottam egyet. Összekötjük az alsó szempillasort a felső szempillasorral. Szépen. Menj már innen! Menj már innen! Sitt! Szóval, igen, bele trollkodott a videómba a poloska. Szerintem highlighter. Melyik legyen? Legyen most a ha megtalálom, megvan. A belső szemzokba viszek ebből a Master Chrome Highlighterből, mert ez ilyen rózsaszínes színű, és tök jól fog menni ezekhez a színekhez. Úgyhogy ez megy a belső szemzugomba. Nagyon szép lesz szerintem. Mert ez pont ilyen rózsaszínes, nem tudom, hogy rózsaszínes, bronzos, nem is tudom, hogy mutatja meg a kamera. Nem tudom. De nagyon szép ez is, csak highlighternek nem tudom használni, úgyhogy én itt szoktam világosítani vele. Aha, nem tudom, tehát ezt ide találták ki. Lehet, hogy a szemöldök csontom alá is ezt fogom most tenni, hogy összepasszoljon a sminkemmel, de arcra nem, tehát arcra nem tenném. Mert arcra sötét. Nagyon szép, így összepasszol a szemöldök csontom alatti rész. Így. Hú, nagyon tetszik nekem ez a smink most. Úristen. Nem is annyira nem gondoltam volna tényleg, hogy ennyire jó lesz. Nem fűztem hozzá sok reményeket. Jöjjön a szempilla spirál. Ez a spirál már szerintem az utolsókat rúgja, és még csak november közepe van. Mert már nem csinál olyan szép pillákat. És egy kicsit kezd darabosodni is, úgyhogy már nem sok van neki. Minden nap ezt használom. Szóval hűségesen betartom az 5 smink 5 kihívás szabályait. Mert a személyi puder palettákat nem mindig ugyanazt, mert ugye tesztelgetek is közben, de az összes többi cuccot ezt használom. Hopszika, most a korrektort mellé nyúltam, de azokat szoktam egyébként használni. Nagyon rákoncentráltam a palettára, mert ugye közben én felvettem egy swatchos videót is nektek ide, hogy be tudjam tűzni a videóba, hogy ne így szerencsétlenkedjek, felvettem külön, és annyira lelkes lettem, hogy úristen, megláttam, hogy milyen szvacsokat tudtam bele csinálni, gyönyörű szép. Nagyon tetszik nekem. Úgyhogy közben elfordítottam a kamerámat, jövök vissza. Úgyhogy ilyen lett a szemsminkem ezzel a palettával, nekem nagyon tetszik. Nagyon szimpatikus. Meglátjuk, mennyire lesz tartós, de szerintem ezzel a szemhéj alappal simán tartós lesz. Nagyon jó az a paletta, nagyon tetszik nekem. Tetszenek a fényes színek, tetszenek a mattok. Krémesek, azért is kenődtek ki ide a penek szélére a matt színek. Én úgy gondolom, hogy azért, mert krémesek. Meg vagyok vele elégedve. Egyelőre ez az egy szín kombináció tetszett meg nekem ezek közül, a paletták közül. Én a nagyon színeseket annyira nem szeretem. Ez egy hétköznapi paletta, ezt bárkinek tudom ajánlani. Nagyon örülök neki, hogy megvettem. Simán betennék egy-egy nyereményjátékba is, ha még lenne a Pink Pandán akciós. Úgyhogy én meg vagyok ezzel elégedve. Úgyhogy ez egy tök jó paletta. Olcsó, pigmentált, tartósnak is gondolom, de azt majd leírom a leírásba, hogy mennyire volt tartós estére, úgy, ahogy szoktam. Úgyhogy nagyon jó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is. Léci, iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett a videó. Nyomjatok nekem egy lájkot, Léci. Ha esetleg megírnátok a saját tapasztalataitokat, azt a komment részlegben megtehetitek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is. Nagyon sok videót hozok nektek, millió puszi mindenkinek, sziasztok!